Az egészségügyi menedzser képző központ azzal a céllal jött létre, hogy az egészségügyi rendszer és az egészségügyi szervezetek menedzsmentjére felkészítse a programjának a résztvevőit. Az iskola a rendszerváltoztatásból nőtt ki, ezért igyekszünk egy olyan hangulatot sugározni, egy olyan oktatási élményt szerezni a résztvevőknek, hogy érezzék, hogy mi elkötelezettek vagyunk egy demokratikus szervezeti kultúra és a hatékony működés iránt. Nem mindegy, hogy az ébrenlétünket vagy a szakmai életutunknak a nagy részét milyen szervezeti kultúrában, milyen szervezeti feltételek között töltjük el. Elsősorban azért, mert egy olyan vezető nemzetközi műhelyekben képződött hivatásos oktatói kar fogadja őket itt, akik képesek elvinni a résztvevőket egy elmélyült, szemléletformáló gondolati utazásra, ami meg fogja határozni az ő szakmai jövőjüket, meg fogja határozni a vezetői készségeiket, hozzáállásukat. Másodszorban azért ajánlom, mert a SZEMEVES Egyetem Magyarország egyik legerősebb egyeteme, tehát aki itt végez és a nehéz követelményeknek megfelel, ő egy olyan egyetem diplomájával rendelkezik majd, amit nem csak itthon, hanem nemzetközileg is jegyeznek. Két dolog nagyon fontos. Az egyik az, hogy a belépés pillanatától igyekszünk csapatban dolgoztatni a résztvevőket, és igyekszünk arra törekedni, hogy minél több interakció legyen a képzés folyamán. Úgyhogy ez azt eredményezi, hogy nem is 30-40 osztálytársa van a mi résztvevőinknek, hanem 30-40 tanácsadója. Hiszen minden olyan eset, amit az életből hoznak be a résztvevők, azt 30-40 jobbnál jobb képzettségű és különböző szakmai összetételű osztálytárs tanácsadó vitatja meg. Úgyhogy ha bárki bármilyen szervezeti problémát behoz ide az osztályterembe, akkor egész biztos, hogy a szünetekben többféle javaslatot kap, hogy mit tud ezzel kezdeni az élete során. Úgyhogy ez az interakció és ez a csapatmunka az, ami a legmagával ragadóbb itt az intézetben.